Szombaton a Nagylőtér és a Várpalotai Gyorsasági Vár kétszer-kétszer a Székesfehérvár Veszprém Rally mezőnyére a bajnokság egyetlen murvás futamán. Majd délután már Fehérvár belvárosában a hagyományos, szuperspeciálon szágoldottak a versenyzőpárosok. Szuper speciálnak hívjuk ezt a szakaszt, ugye négy gyorsasági szakaszt teljesítettek a mai napot, mérik az időt. Itt semmi más szerepe nincsen a szuper speciálnak, mint mondjuk azt, hogy ez a showtime. Tehát, hogy pöröljenek, forogjanak, füstöljön a gumi, szórakozzon a közönség, kockázat nélkül tehesse ezt a versenyző is. Mert hogyha belemennénk abba, hogy időt mérünk, és ez is egy teljesített szakasz kéne, hogy legyen, akkor ugye fontos lenne, hogy honnan kerüli a bóját, hányat forog, stb. Itt a szórakoztatás a lényeg, azért találtuk ezt ki annak idején, és következetesen próbáljuk ezt végigvinni és képviselni. Az első nap végén az első osztály abszolút versenyét a norvég világbajnok Mads Østberg vezette Klaus Kristóf és Velencei Ádám előtt. Vasárnap három klasszikus pályán, Hegyesden, Kislődön és a Kislőtéren folytatódott a száguldás. A versenyzőknek a két nap alatt nem csak egymással, de a hőséggel és a forral is meg kellett küzdeniük. Ráadásul a Székesfehérvár Veszprém Rally az idei bajnoki kiírás leghosszabb versenye volt. Aki kilátogatott a gyorsaságig valamelyikére, az idén is jól szórakozott. Hogy ebben Székesfehérvár ismét részt vetett, a bajnokság leghosszabb versenye volt, hát brutál körülmények között, úgyhogy le a kalappal minden versenyző előtt, aki elindult, és hát külön öröm, hogy a norvég világbajnok Østberg is itt volt a városunkban, illetve a versenyem, úgyhogy ez is emelte a rallinak, Székesfehérvár Veszprém rallinak a rangját. A vasárnapi hat gyorsasági szakaszon Østbergék megőrizték vezetőhelyüket, így magyarországi pályafutásuk első murvás versenyét rögtön meg is nyerték. Ez egy nagyon jó verseny volt a számunkra. Nem volt könnyű, főleg a szombati nap kemény szakaszokkal. Akkor még nem is éreztem jól magam az autóban. Volt két defektünk is, küzdöttünk rendesen. Vasárnap már sokkal jobb volt minden, és jobban éreztem magam a gyorsaságikon, nem volt semmi problémánk. Minden rendben volt az autóval, ez pedig lehetővé tette, hogy reggel óta folyamatosan növeljük az előnyünket. Szóval ez egy nagyon pozitív nap volt a számunkra. A norvég VRC 2-es világbajnok mögött Vince Ferenc lett a második, míg Velencei Ádám a harmadik, a top 5-be Balogh János és Klaus Kristóf fért még be.